Köszönöm. Na, tehát megjött értem a sofőr, és kaptam egy borítékot. Kedves I am no idea Hungary. Ha bevállalás mellett döntesz, én leszek a sofőröd, de nem szólalhatok meg. Eljutott már hozzád pár információ, hogy mi várhat rád. Ezek ismertébe kell most meghozni a döntésed. Bevállalod? Ha már annyira elkészültem, akkor még szép, hogy bevállalom. Csak ennyit tudok, hogy hova megyünk, miért megyünk, mikor érkezünk. Azt nem tudom, de bevállalom. Még egy borítékot. Ugrottál már hóban 8 méter magasról? Ajajajajaj. Ezt így nem tudom hova tenni ezt a kérdést. Ugrottál már hóban 8 méter magasról? Nem. Nem vagyok ilyen hülye. Sorba kapom itt a borítékokat. Szó nélkül. Könnyen haverkodsz idegenekkel? Szerencsére, mivel sok nyelven beszélek és sok emberben meg tudom ezáltal értetni magamat, igen, nem haverkodok túl nehezen. Éppen Szamárdinál tartunk, és megjött az új boríték. Tehát, hogy folyamatosan jönnek a borítékok. Szeretet, ha totálisan félrevezetnek. Most mi van? Az erőpróbát ismertető videót itt találod. Na, tehát végignéztem a videót, és mindenre fény derült, hogy mi a feladatom, miért utazunk, hova utazunk. Ausztriába megyünk, a Görlitzen hegységbe, ahol most csomó-csomó házi buli van elvileg, és az a lényeg ennek az egésznek, hogy nekünk, vloggereknek be kell kérezkednünk a házi bulira, és minden házi bulin 5 selfit lenyomni valakikkel. Hogyha összeállsz más videósokkal, mert összetalálkoztok, akkor többszörözik a pontodat, tehát hogy megszorzódik valamennyivel. Most már egyébként érthető ez a boríték, hogy könnyen haverkodsz el, ugye be kell lógni házi bulikba, és ott kell szelfizni. Ha úgy néz ki, megállunk valahol. Oh! Megérkeztünk, első pisi szünet. Ki van itt? Ádám. Ádám and Patrick, a rapper fene gyerek. Marci és Szilva is in the club. Sziasztok! Yeah! Csöcsöcsá! Kúszba utaztunk egész végig, gyerekek, és tök furcsa, nagyon furcsa. Végre beszélhetek valakivel. Igen. Igen. Én végig beszéltem egyébként a kamerával magammal, hogy én beszélgettem, csak választom. Patrik, mennyi van még hátra? 6 kilométer. Megérkeztünk ide valami szállodához. Itt hol vannak a házbulik, gyerekek? Tehát itt vagyunk, és nem tudom, hogy halljátok-e, de bulinak jele sincsen. Kaptam én is egy borítékot, mint mindenki más. És a borítékban, ha jól tudom, akkor van egy térkép. Tehát ez a térkép mutatja, hogy hol vannak az apartmanok, amikbe be kell valahogy kéreckednem, és selfiket kell gyűjtögetnem. Van egy ilyen fő nagy buli, a No Signal buli, ő szervezi itt az egészet egyébként. Mindenki el lesz szórva egyébként különböző helyeken, tehát mit tudom én, valaki innen kezd, és mindenki nekiindul a selfie vadászatra. Micsoda branding, gyerekek. Na, nekiindulunk itt most a kocsival egyébként. Hát nem tudom, mennyire láttok, ide jövök mindjárt a fény közelébe, de el lettünk szórva. Még a kocsi is itt hagy engem. Szia! It's been a long day. Srácok, megvan a mennyország, nézzétek? Ott villog az egész. Oda megyünk, ott már tuti buli van, úgyhogy. Szevasztok, srácok, itt van valami házi buli? Mert nagyon hallunk valami zenét. Fent. Hokkor, szevasztok srácok, egy kérdés. Selfie-ket kell készítenem emberek. Gyere. Lehet? Na, király. Megtaláltam az első házi bulit, ahol selfie-zgetni lehet. Úgyhogy akkor selfie-zünk. Gyere. Király, köszönöm szépen srácok. További jó bulit, szevasztok, cső. Köszönöm szépen.
ez királyból, ez jó hely. Itt volt valahol olyan, hogy világítottak az ablakok meg. Nem itt, melyik nem szól zene. Aha, itt szól zene. Nem tudom, mennyire fognak hallani. Srácok, bocsi! Egy gyors kérdés. Egy gyors kérdés. Lehet egy selfie-t csinálnom veletek? Mert az a feladatom, hogy bemegyek ilyen házi buliba, és selfie-ket kell csinálni az emberekkel. Hogyne, hogyne lehetne? Jó, király vagy! Úgyhogy, akkor veled először. Hogy nézzek az megfelé? De fénykel, vakuzzatok! Háj, nagyon jó! Te esetleg... Úgy az ágyból? Nagyon adom! Nagyon adom! Adom! Na figyeljétek srácok, nekem tovább kell menni, több selfie-t készíteni. Figyelj már, Patrik, ne gyere ide! Ne gyere ide, Patrik! Menjél innen! Ne gyere ide! Ne, ne gyere ide! Menjél! Te menjél innen! Menjél, te menj innen! Hát gyere, álljunk össze egy selfie-re. De ne egy selfie-re, hanem egy bulira. Hát azt mondom, hogy egy buliba együtt selfie-zünk emberekkel. Patrik, mi, Anfield, Ich nicht. Összekívom a nevünk egyébként. Igen? Ez a következő, amelyik a leghangosabb. Oda megyünk. Összefognak az ellenfelek. Összefog... Lehet, hogy... Ez példamutató. Na hallgassuk a zenét, hogy van-e zene. Itt van zene. Kop. Tolj, Robert! Kop, bocsánat. Selfizhetünk-e veletek? Jó, adom. Akkor együtt selfizünk, vagy külön-külön? Külön-külön. Jó, külön-külön selfizünk. Szétváljunk, majd menjünk tovább együtt, egy buli. Menjünk! Nézd, hát ide menjünk be, ide. Tetszett a lány! Hello, szia, bocsi! Az a feladatunk, hogy selfie-ket gyűjtsünk. Na hát, ez is sikerült, Anfield. Királyok vagyunk együtt. Azt mondom. Köszönjük. De most, hello, sziasztok! De most el kell válnunk, az a baj. Ebben a házban még van egy olyan érzésem, hogy nem jártam, de a kollégák már jártak itt. A kollégák már jártak itt, itt a Marci. Nem baj, én is bejövök. Bocsánat! Bejöhetek? Sziasztok! Na hát király, sikerült selfie-ket szereznem itt is. De figyelj, lehet selfie-zni veletek, vagy... Felveszem a jelmezemet, és akkor lehet. Ő az egyetlen, aki selfie-zni akar velem, de ő is csak ebbe a jelmezbe egyébként. Úgyhogy most megvárom, hogy felvegye ezt a... Nem tudom milyen jelmezt. Ezen a jelmezemben szarsz. Azt a Ne! Rohadt! Te látsz valami? Vigyázz, fal! Mindenki mondta nekem, hogy fél óra múlva jöjjek vissza oda a házi buliba. Mi is mehetünk? Gyere, mi is persze. Sziasztok! Okay. Hova megyünk? Valami házi bulit keresek. Ti mely tudtok, valami házi bulit itt? Hát a miénk most, pont most maradt abban. Mert... Nekem selfie-znem kéne minél több emberrel. Akkor gyere. Akkor pont a cuki, mert akartam meggyújtani. Várjál. Akkor pont jókor, hogy még pont nem gyújtottad. Ez nem tűnik bulinak. Kábel. De várj, akkor csináljon, mintha buli lenne. Emelj fel a kezed. Buli van! Ó, adom! Köszönöm! Köszönöm szépen, lányom! Ábel! Nagyon szépen! Köszönöm szépen, sokan mondták már, az a szexepilem. Itt van egy házi buli, de én úgy gondoltam, hogy itt a teraszon keresztül mászok be. Oké? Bejöhetek? Oké! Sziasztok, hello! Köszi! Hú! Sikerült! Megvolt az 5 selfie! Jó! Opa! Az a kérdésem, hogy nyitottak lennétek-e egy pár selfie készítésre? Egyre nem, de kettőre igen. Kettőre igen? És ötre? Legyen. Nem. De veled nem, de a többiekkel? Oké, adom!
Egy selfie-t lőhetek veletek? Megígértük a lánynak, hogy nem lövünk. A Szilvának megígértétek, hogy nem lőttök másokkal? Nem. Ilyen paktusokkal el nem szerződtetek? Tehát akkor ti már selfie-ztetek a Szilvával? Nem, mert akkor még ilyen buli-buliban. De most már buli van. És megyek tovább, srácok, további selfie-ket vadászni. Figyelj, nincs ott senki. Mi az, hogy nincs? Ott a kamerám. Hát én értem, de ott nincsenek barátok, tényleg. Nincsenek barátok, tényleg. Basszus. Akkor én most leülök ide, és egyedül elkorcsolgatom azt a... Az én pesgő. Ez a b***ott valamit. Oké, király, király. Persze. Na most itt van már elég selfie, tehát ahogy így végigpörgök, ez itt mind selfie, ahogy láthatjátok. Nagyon-nagyon sok selfie-t összegyűjtöttem, és én úgy döntöttem, hogy nekem ennyi elég. Tehát, hogy én nem akarom tovább ezt nyomni, nekem ennyi elég volt. Lehet, hogy Silva, Unfit, Goodlike több selfie gyűjtött össze, mint én, de igazából engem nem érdekel, mert azért vagyok itt, hogy jól érezzem magamat, lezárom ezt az egész Pepsi Vogue-ről próbát, ennyi selfie-t tudtam összegyűjteni, nem tudom hány selfie gyűjtöttem össze. Mindjárt megyek a központi buliba, srácok, de még lezárom a vlogot. Tehát, srácok, irány Magyarország, ennyi lett volna a Pepsi Vogue-ről próba. Jól vagytok? Jól vagytok? Persze, csak hazahernyózunk. Endre.